Az Örkény Színház 84 címmel színre viszi Orwell klasszikus regényét, az 1984-et. Önként adódik a kérdés, hogy ez ennyire aktuális most is? Mi az aktualitása? Hát sajnos úgy alakult a világunk, és az én hosszú életem folyamán többször is, hogy aktuálissá vált. Ugye véraktuális a keletkezése idején volt, amikor a világ rácsodálkozott arra, hogy kétfajta totalitarizmus van, a fasizmus meg a kommunizmus, és azok nagyon is egymással válaszolnak. 44-ben, az én születésem előtt egy évvel, egész Európa fasiszta uralom alatt volt, Angliát kivéve, és aztán a 60-as években, amikor én fölnőttem és fiatal voltam, akkor a világ kétharmada vagy kommunista államok alatt, vagy kommunista klón államok alatt élt más kontinenseken, és hát az egy teljesen új dolog 89-90 óta, hogy ismét a vidám utópiák vették át egy ideig az uralmat. Ám de jöttek az illiberalizmusok, amelyek felfedezték, hogy több pártrendszer alatt és több tulajdonú médiával is megcsinálható az, amit később Hannah Arendt 51-ben, 3 évvel Orwell könyve után totalitárius propagandának nevezett. Tehát egy teljesen valóságidegen realitást építenek föl, többé nincs vita, többé nincs meggyőzés sem, egyszerűen rámutatnak egy fölépített valóságra, és attól kezdve az van. És hát ugye ez az Orwell 84-ének a legfantasztikusabb felfedezése, hogy teljesen nem létező valóságot föl lehet építeni, és hogyha kemény diktatúra, mint amilyen a fasizmus meg a kommunizmus volt, akkor ellentmondás nem tűrően azt kell vallani a mindenkinek, ha pedig olyan puha diktatúra, mint az illiberalizmusok, mint például az Orbánizmus, vagy a putinizmus, vagy az erdogánizmus, akkor elegendő, hogyha a bázis ebben a valóságban hisz. Mert utána a egyébként jól megváltoztatott választási szabályok segítségével szépen hatalomra lehet jutatni, és ezt a enyhe többséget, amelyik hisz ebben a valóságban, és akkor meg lehet változtatni minden körülményt, minden intézményt, díszletté lehet változtatni, és demokráciát lehet játszani, miközben nincs demokrácia. Hát erről szól az Orwellnek ezek a már a szállóigévé vált híres mondatai, hogy az igazság az hazugság, a bőség az szegénység, és a háború az béke. És hát egy csomó más aktualitása is van ennek a dolognak. Anélkül, ne ragudjál, hogy anélkül, hogy nagyon erőszakolt párhuzamokat keresnénk az Orwell által felépített világ és mai világunk között, én mondok néhány dolgot, és arra kérlek téged, hogy ezt a mai világunk szemszögéből bontsd ki. Tehát ugye Orwellnél nem lehet tudni, hogy Goldstein az egy kreált ellenzék, valós ellenzék, létezik-e ez ma, hogy van a mai a mi világunkban. Hát Smith úr, ugye, aki a regényt elmeséli, ő nem tudja. Mi, akik olvassuk a regényt, pontosan tudjuk, hogy abszolút kreált ellenségről van szó, akinek az a jellegzetessége, hogy valaha jóba volt a nagyfőnökkel, ugye a nagy testvérrel, és aztán hát a hála nem politikai kategória, később ő lett a főellenség. Na most ezt Trockyból és Stalinból vette Orwell, habár vehette volna Hitler valamelyik leszámolásából is, mert a leghíresebb példája ennek az volt, hogy a nagy moszkvai perek mindegyike azért végeztette ki Sztálin korábbi harcostársait, mert egy még korábbi harcostárssal, Trockijjal állítólag összeszűrték a levet. Ugyanezt történt Rákosi Mátyással, aki 1949-ben mint egy Orwell akkor megjelent regényét illusztrálandó, azonnal Josip Broz Titót tette meg
az aktuális Trockijnak, és akkor Rajk László, az idősebbet, ennek alapján végeztette ki. Aztán itt volt ugye később, most is megy, a Fethullah Gülen nevű korábbi Erdogan harcostárs, aki Amerikában él, nota bene, természetesen abban az országban, ahol az ellenségek mindig gyülekeznek, és ő a fő ellensége, és minden rossznak a szülője Törökország számára. És végül itt van ugye Soros György, aki az ideális Goldstein, aki egyszerre minden előfeltételeket teszi, és az ősi népi gyűlölködések mély rétegeiből van előásva a figurája, mármint nem a valóságos, hanem a fölfestett, és aztán mehet a propaganda, hogy csak ő ne nevessen a végén. És hát az az igazság, hogy ehhez a fantasztikus párhuzam világhoz most csatlakozott maga Amerika is, mert Donald Trump idején ugye az a másik fantasztikus dolog vált be 84-ből, hogy három részből áll a világ. Óceániából, Eurázsiából és Kelet-Ázsiából. Tessék lefordítani, ugye az angol száz világ nagyjából Európával is beleértve, és akkor a volt Szovjetunió, vagyis Oroszország, és Kína. És mind a háromnak az a jelszava, hogy America first, Kína mindenek előtt, Oroszországot helyre kell állítani, egy volt dicsőséget, amihez mind a három meghamisítja a történelmet, amihez mind a három állandó háborút hirdet a másik kettő ellen, de úgy, hogy valamelyikkel éppen szövetkezik. Trump most éppen Putyint kedveli és Kínát csépeli, és a másik kettő pedig MS-2-t, és akkor ez lesz mostantól a történelem. Ugye az a fantasztikus szépség is van a 84-ben, az a jelszó, hogy mától másképp volt, tehát a történelem átírása is állandó napirendre került, és aki uralja a múltat, az uralja a jövőt, című szintén Orwellből származott szlogennel. Nagyon számos az aktualitás, annyi nem aktuális, hogy nem a kemény diktatúra típusa vált be, hanem inkább egy másik disztópiának, vagyis ellenutópiának, Aldous Huxley szép új világnak, a fogyasztóibb tévével, kereskedelmi tévével, drogokkal, örömelvel, hedonizmussal megbékített másik disztópiája uralkodik magán a nagy tömegen, és tereli el a figyelmüket arról, amiről nem kell beszélni. Elvileg megmaradt a másképp szólás lehetősége, csak nincs hol másról beszélni, és ilyen értelemben egy keverék világban élünk, amelyben Orwell utópiája azért, és elsősorban ellenségképei, és állandó hadakozása, és a hatalom mindent kisajátító valóságértelmezése a döntő. És hogy látod, mert most borzasztó dolgokat mondtál, érdemes ezt a könyvet újraolvasni, esetleg egyfajta immunitást tudunk szerezni a mai világgal szemben? Hát a könyv, a színház örökké, az a gyógyszer, amelyet bevetünk a világ borzalmai ellen. Hát természetesen az a tény, hogy ezt megírta Orwell, az a tény, hogy az Örkény Színház be fogja mutatni a darabot, ez annak a cáfolata, hogy ne volna kiút. Hát az azt mutatja, hogy itt vagyunk, látunk, akarunk, és látjuk, hogy mit nem akarunk. És ezért nagyon is aktuális, és nagyon is gyógyerejű, hogyha ezt bemutatják. Hát akkor én is azt ajánlom, hogy mindenki olvassa el, hogy lássuk, hogy mit nem akarunk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, és gratulálok.